Schmidt Pálnak távoznia kell a köztársasági elnöki posztról, miután doktori értekezésével kapcsolatban plágium gyanúba keveredett, állítja a Demokratikus Koalíció. Szerintük ez a legsúlyosabb bizalmi válság, ami az elmúlt két évtizedben felmerült egy államfővel szemben. A DK szerint az elmúlt 20 év legalacsonyabb presztízsű köztársasági elnöke lemondásával más fénybe helyezné politikai örökségét, helyreállítaná tekintélyét, bizonyíthatná tisztességét. Molnár Csaba a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt is felvetette ön, és Schmidt Pál doktori disszertációja kapcsán, hogy akár a büntető eljárás elindításával is járhat ez a történet. Hát erről én már tegnap megkérdeztem Kollár Györgyöt, nem járhat, mert bármilyen kategóriába is sorolható, ha sorolható, az már elévült. Nem is így fogalmaztam, egészen pontosan azt mondtam, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ahol ugye az oktatási államtitkárság tartozik, vagyis az az állami szerv, ami felügyeli Magyarországon az egyetemeknek a működését, pont ez a minisztérium volt, ami egy körlevelet adott ki még ősszel, és egyébként ez a honlapján látható is az egyetemistáknak, ahol azt mondta, hogy vigyázzatok egyetemisták, nehogy ilyesmit csináljatok, ne legyen plágium, eredeti szakdolgozatokat vagy doktori disszertációkat kell leadni, mert hogyha nem így csinál, akkor az bűncselekmény, az felveti a magánokirat hamisításnak a gyanúját, és börtönnel is büntethető. Én csak erre utaltam, de rögtön hozzátettem a sajtótájékoztatón kettő dolgot, ami még az elévülésnél is azt hiszem, hogy fontosabb. Az egyik az az, hogy az új alaptörvény értelmében, ha nem évült volna el ez a bűncselekmény, már hogyha ez bűncselekmény, ezt nem tudom megítélni, ezt az oktatási államtitkárság mondja, hogy az ilyen típusú dolog az bűncselekmény. Ha nem évült, hamisítás, akkor az. Akkor az. Igen. Ha nem évült volna el ez a dolog, akkor sem lehetett volna eljárást indítani két dolog miatt. Egyrészt azt mondja az új alaptörvény, hogy a köztársasági elnökkel hivatali ideje alatt semmilyen okból nem lehet büntető eljárást indítani. Ugye ebből következik az, hogy ugye egyszerű megoldás van, vagy meg kell várni a hivatali idejének a végét, vagy ahogy az alkotmány vagy az alaptörvény mondja, meg lehet fosztani a tisztségétől. Tehát, hogyha szándékosan alkotmányt vagy törvényt sért a hivatali ideje alatt, akkor ugye meg lehet fosztani a tisztségét. Pontosan, és ez lett volna a második, amit ön most elmondott helyettem, hogy a bűncselekmény is csak akkor lenne ilyen szempontból releváns, vagyis követhetné a köztársasági elnök hivataltól való megfosztása, hogyha ezt a bűncselekményt, ezt a hivatali ideje alatt és a hivatali működésével összefüggésben követte volna el. Vagyis azt hiszem, hogy tiszta jogi helyzet, így is fogalmaztunk a sajtótájékoztatón, az új alaptörvény miatt, az orbáni alaptörvény miatt, másik oldalról pedig az elévülés miatt, ezt nem is lehet vizsgálni, magyarán szólva a döntés egyedül Schmidt Pál kezében van. Neki kell mérlegelni azt hiszem, hogy nem túl bonyolult, de egy ember számára nehezen meghozható döntést, hogy az ország tekintélyét, Magyarország sorsát találja fontosabbnak, vagy a személyes ügyét, a személyes karrierjét, a személyes egzisztenciáját. Szerintem akkor dönt jól a köztársasági elnök úr, hogyha az ország dolga számára az előbbre való. Én azt feltételezem Schmidt Pálról egyébként, hogy ő úgy gondolja, hogy az ország dolga sokkal inkább előbbre való, mint az embernek a saját dolga és saját ügyei. Ettől függetlenül, vagy ennek ellenére, hát cáfolták, vagy cáfolt a köztársasági elnöki hivatal, tehát itt még egyáltalán nem jutottunk el arra a szintre, hogy Schmidt Pál, vagy elgondolkodik-e azon, hogy most mi való előbbre az ország tekintélye, vagy az én kis ügyem, amivel rombolhatom az ország tekintélyét, ha meg először azt mondják, hogy ez nem így történt. Schmidt Pál ebben az ügyben még nem szólalt meg sajnos. Hát kétség kívül a hivatal adott egy közleményt, ami már egy más típusú szöveget alkalmaz, mint amit még tegnap alkalmaztak. Kísértetiesen hasonlít a helyzet a német védelmi miniszternek az ügyére, akivel ugye kapcsolatban annak idején kiderült, hogy hasonló plágium botrány van, mint amivel most egyes újságok vádolják a magyar köztársasági elnököt, aki először tagadta, ez eltartott néhány napig, aztán meg kicsit árnyalta a tagadását. Hét, majdnem egy hónap, és akkor lemondás. Pontosan, és akkor már volt olyan, hogy beismerte és bocsánatot kért, majd a vége az lett, hogy a közvélemény és a sajtó nyomására lemondott. Magyarán szóval ez a bohózatba illő dolog, ez nagyon hosszan elhúzódott. Én azt gondolom, hogy Schmidt Pál akkor jár el korrektől, hogyha nem hagyja, hogy ez hetekig, hónapokig a magyar köztársasági
elnöki hivatal tekintélyét rombolja, hanem meg kell hoznia gyorsan az elején a döntést. De a másik is nagyon fontos, amit ön említett, hogy érdemben meg kell állapítani, hogy tényleg történt-e plágium vagy nem. Ha az interneten látjuk a két dokumentumot, és látjuk, hogy hát tulajdonképpen szó szerinti magyar fordítással találkozunk, hogy az eredeti, ha jól emlékszem, talán egy bolgár sporttudósnak, sportkutatónak az anyagával kapcsolatban, akkor ez csak egy gyanú. De aki ezt érdemben vizsgálni tudja, az Magyarországon kettő testület. A testnevelési egyetem, vagy ugye most már a Semmelweis egyetem, aki meg tudja nézni. A két szakdolgozatot össze tudja hasonlítani, de hiszen az, neki ez erre egy, van az saját. Ez nem szakdolgozat, az egy könyv. Vagy bocsánat, a két anyagot, a két papírt, a két dokumentumot össze tudja hasonlítani, hiszen neki a saját szabályzata értelemben van eljárása arra nézve, hogy mit kell csinálni hasonló esetekben. Minden egyetemnek van ilyen szabályzata. A másik ilyen testület pedig a Magyar Akkreditációs Bizottság, aki ezt meg tudná vizsgálni, mivel a köztársasági elnök az elmúlt kettő napban nem kérte azt. A Magyar Akkreditációs Bizottságnak a vezetőjét én hallottam ma nyilatkozni kora reggel a Klubrádióban, és azt mondta nekik, ez nem tisztségük, tehát még ha valaki indítványozná is, tehát ne, a vizsgálatot nem, tehát az az intézmény, amely kiadta a doktori címet, az hivatott a vizsgálatot is lefolytatni, az Akkreditációs Bizottságnak nincsen jogosítvány. Jó magam is hallgattam ezt a nyilatkozatot reggel a Klubrádióban, kétségkívül úgy fogalmazott az elnök úr, ahogy ön is, de ott meglehetősen hosszan beszélt arról, hogy egyébként ennek milyen feltételei, milyen szabályai vannak. Schmidt Pál az elmúlt kettő napban nem tette meg azt az egyébként szerintem minimum elvárható lépést, hogy az egyetemhez, vagy bármilyen más testülethez, aki ezt vizsgálni képes, saját maga fordul, és azt mondja, hogy segítsetek tisztázni engem ezek alól a vádak alól. Azt hiszem, ez lenne a legegyszerűbb eljárás. Hát én ezt pótoltam ma délután, egy levelet írtam a Semmelweis Egyetem rektorának, és azt kértem tőle tisztelettel, hogy folytassa le azt az eljárást, amit ilyenkor egyébként minden magyar egyetem szabályzata szerint le kell folytatni, amikor ilyen dokumentummal, például egy doktori disszertációval kapcsolatban az irodalmi tudományos lopásnak a vágya felmerülhet. Nem ismeretlen a műfaj, és nem is új, csak mi még nem alkalmaztuk. De az elmúlt egy évben oly sokszor volt már rá példa, hogy amikor történt egy olyan esemény a kis országunk életében, amire előző nap még csak nem is gondolt, nem is álmodtunk volna, akkor 4 percen belül lett valami hihetetlen nevetség és viccelődés tárgya az interneten, elsősorban a Facebookon. Na, ez történt most is. Tehát már tegnap éjszaka az internet tele volt vele, mára aztán meg már teljesen tele volt vele, tehát a legenyhébb az, hogy plágium, hát le se tudom írni. Tehát, hogy mindenki ezzel viccelődik. Tehát, ha itt bármiféle morális válságról beszélünk, az ország tekintélyéről, akkor már ez a vicc halmaz már túllépett azon, hogy itt morálisan még egyáltalán tartjuk-e, nem tudom, menthetőnek a helyzetet. Az igazi baj az, hogy Schmidt Pál működését végig kísérik az ilyen típusú történetek. A beiktatását követő néhány hónap elteltével a cselekedeteivel, a viselkedésével, a közéleti megjelenésével kapcsolatban elképesztő mennyiségű ilyen internetes tréfa jelent meg. Szerintem egyébként ez rendben van, én ahhoz a generációhoz tartozom, akik kifejezetten a internet világában élnek, és nagyon, nagyon szeretem az ilyen típusú dolgokat, de itt ebben az esetben én már inkább szomorú voltam. Mikor ma délután nézegettem... Bocsánat, a többi esetben is szomorúak voltunk, tehát a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatnál is azért a szomorúságunk is benne volt a csicsolínás változattól elkezdve a 50-es évek változatáig megteremtett nemzeti. Nincs ez jó. De hogy az egésznek, persze ez groteszk, meg tragikomikus inkább. Itt azért mondtam, hogy ez már túl van szerintem a nagyon-nagyon széles tömegeknek az agyában vagy a felfogásában, túl van a menthető szinten. Tehát itt már valami ennyire vicc kategória és ennyire tragikomikum, abból már nem lehet jól kijönni. Azt hiszem, hogy nagyon sok dolgot kell mérlegelni elnök úrnak, amikor ezt a döntést meghozza. 2-3-at már mondtunk neki a délutáni sajtótájékozón, de egyet hadd tegyek még hozzá. Azon túl, hogy ugye az ország dolga, az ország tekintélye, a köztársasági elnöki hivatal tekintélye. Na, más nem gondoljon elődeire. Ez az a szék, amiben Göncz elnök úr, Mádl elnök úr, Sólyom elnök úr ült az elmúlt 21 néhány évben, akik különböző politikai értékeket képviselve, de mégiscsak ellátták azt a feladatot,
javaslatot, ami miatt egy köztársaság a köztársasági elnököt tartja, ez pedig egy roppant egyszerű mondat. Kifejezi a nemzet egységét, és ahhoz minden méltóságot is megad. Ez a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, ez azon kevés mondatok közé tartozik, amit az új alaptörvény szó szerint átvett a régi demokratikus 89-es alkotmányból. Nem képes kifejezni a nemzet egységét, aki nem fedhetetlen. Nem képes kifejezni a nemzet egységét, akinek az erkölcsisége egy ilyen tett kapcsán akárcsak egy icipicit megkérdőjelezhető. Megint hadd mondjak egy német párhuzamot, hiszen éppen a német köztársasági, szövetségi köztársasági elnökkel kapcsolatban is egy bár nem plágiummal, inkább egy, ha jól emlékszem, ilyen lakáshitelekkel kapcsolatos, de hitelességi probléma merült fel. A mai napon, ugye a német köztársasági elnök egy jobboldali keresztény konzervatív politikus, a mai napon egy jobboldali keresztény konzervatív országgyűlési képviselő szólította fel lemondásra a német szövetségi köztársaság elnöke. Ön is tudja, pontosan azért, itt azért már a múltban is mások voltak. Mások a politikai kulturális viszonyok. Más a politikai kultúra, tehát ez már mondjuk, ha máskor, amikor 2006-ban ez nagyon súlyosan felmerült, hogy például Gyurcsány Ferenc mondjon el le. Tehát az összödi beszéd után az már egy olyan morális törés, egy olyan morális szint, amikor már egy miniszterelnöknek egy fejlettebb politikai kultúrával ellátott országban nincs továbbút. Tehát onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, tehát összöd óta erről már azért többször beszéltünk, de nem vagyunk ezen a morális szinten. Nagyon fontos különbséget azért hadd mondjak. Egy miniszterelnök, egy miniszter, egy pártpolitikus, az mindig csak az ország egy részének a politikai véleményét képvisel. Ugye a párt szó is, ugye a latin pars, a rész szóból van, hiszen nyilván egy demokratikus rendszerben, ahol nem egy pártrendszer van, nem állampárti rendszer van, ott a pártpolitikusok, és egy miniszterelnök az mindig pártpolitikus. Az ország egy részének az igényét a választásokon rájuk szavazóknak a politikai akaratát képviseli. Hát a köztársasági elnök más, minőségileg más. Az ország első polgára, ami közös magyar erkölcsiségünk, politikai közösségünk a megtestesítője. Azt hiszem, hogy ránézve sokkal szigorúbb erkölcsi etikai szabályok vonatkoznak, mint bármelyik más magyar politikusra nézve. Egyébként az alkotmány vagy az új Orbáni alaptörvény is ebben az ügyben legalább hasonlóképpen fogalmaz. Mint az elődje. Köszönöm szépen, hogy itt volt.